Semmiképpen nem negatív kritikai éllel kérdezem azt, amit kérdezek, de tényleg az elmúlt két évben a kancellária az mit csinált? Vagy Varga Mihály mit csinált? Tehát a hírekben nem szerepelt, az biztos. Hát például az is érdekes, hogy ebben az időszakban a kormányzásnak a súlypontja is áthelyeződött, tehát a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban Navracsics Tibornál ott úgy indult, hogy majd az lesz a kormányzásnak a központja, ő ezért lett miniszterelnök helyettes. Én azt gondolom, hogy a mostani változások, meg a korábbi átalakulások, hogy a kancellária sokkal nagyobb hatalmat kapott, és ez mind hát nagyrészt Navracsics Tibor minisztériumától elvont jogok és jogkörök. De mi tartozik a kancellária alá? Hát az első, ami érdekes, hogy mit csinálnak a miniszterelnök helyettesek, mert szerintem ez a funkció most már értelmét vesztette Navracsics Tibor esetében is. Tehát lehet, hogy formálisan neki ez megvan, ez a pozíciója, de már nem gondolhatjuk azt, hogy ténylegesen egy ilyen feladatot lát el. A kancellária a központosító kormányzati törekvéseknek felel meg. Nagyon-nagyon sok minden a kancellária alá került, mint központi szervező erő. Csak pont ezt akartam mondani, hogy a dinamizmus, ami elvárás a kormányzással kapcsolatban, ott az abban hibázik, hogy amikor ennyire központi szervezés alatt működik egy kormányzás, akkor az bizony, akármilyen furcsa, de sokkal lassabb tud lenni, mint hogyha leosztottabbak a feladatkörök. Na, akkor még egyszer menjünk végig a posztokon. Tehát a kancelláriáról olyan nagyon jelentős esemény nem jut eszünkbe az elmúlt két évből. Tehát, hogy igen, a kancellária miniszter vagy államtitkár, igen, Varga Mihály. Tehát, hogy úgy volt, biztos nagyon sok mindent csinált, csak nem volt hírértékű, vagy nem került nyilvánosságra. Orbán Viktor teljes kormányzásra eszünkbe juthat, hiszen a kancellária nem tesz más, mint hogy szolgálja a miniszterelnököt, segíti az ő munkáját, személyes megjelenéseit, stb. És hát azért Orbán Viktor elég markánsan rányomta a bélyegét az elmúlt két évre. Akkor tényleg, a miniszterelnök. Tehát nézzük akkor Varga Mihály eddigi posztját és az ő személyét. Baj lehetett, hogy cserére került sor, baj lehetett a kancellária szerepével, működésével, intenzitásával, nem tudom miével, és a Varga Mihály politikai szerepvállalásával, Varga Mihály szakmai munkájával, ön szerint nem hinném, vagy hát... Nem, én ezt nem hiszem. Én sem hiszem. Akkor ott van Lázár János, vele baj lehetett a frakcióvezetői posztján, tehát nem jól csinálta? Na, ezt meg aztán főleg nem ezt hiszem. Ezt nem tudhatjuk. Tehát itt már a probléma, ugye a Varga Mihály megítélése az közvetlenül a miniszterelnök 100%-os figyelmén múlik, tehát ő dönti el, hogy most baj vagy nem baj, amit ő tesz. Azért Lázár János esetében őnek az egész frakcióval meg kellett küzdenie, és nem nagyon ismerek olyan elemzést, ami abban ment volna bele, hogy a frakció tagjai milyen mértékben hogyan elégedettek a frakcióvezető személyével, kit várnának esetleg oda. De persze nyilvánvaló, hogyha keressük a folyamatnak a különböző szakaszait, akkor ebben tényleg vissza kell oda kanyarodni, hogy Felegi Tamás valószínűleg már nagyon-nagyon nem akart semmilyen miniszter lenni, ki akart menekülni abból a pozícióból, hogy hónapok óta előszobáztatják őt Európa különböző intézményeiben, és hát kellett egy, mondjuk a Fidesz alelnöke egy hangsúlyosabb, fajsúlyosabb politikus, akit ugyanúgy egyébként azt gondolom elfogad Európa tárgyaló félként, mint Felegit. Na most akkor egy pillanatra álljunk meg, tehát hogy Felegi Tamás, ugye ma a hírekben ez jelent meg, a miniszterelnök is azt mondta, hogy Felegi Tamás befejezte a rábízott feladatot, a munkát, egy fontos szakaszt lezárt, köszöni szépen. De olvashatjuk. Tényleg befejezte? Hát mert hogy az Unió zöld utat adott a mi tárgyalásunknak, ez volt a munkának egy fontos szakasza. Aztán ugye azóta olvashattuk Felegi Tamásnak a felmondó levelét, tehát hogy ő mondott fel május 15-i hatállyal. Nem olyan rég, pont 10 nappal ezelőtt volt vendégem itt Felegi Tamás az Egyenes Beszédben, és én rákérdeztem akkor, hogy vajon ezt a feladatot ő folytatná, folytatni fogja, vagy mi a helyzet. Nagyon rövid kis bejátszást megmutatok most önnek és a nézőknek. Gondolom, hogy nézze, ha ilyen feladat hárul rám, akkor végig fogom csinálni. Ha hát nem, akkor nem. De most ez a feladat az öné? Most jelen pillanatban az enyém. Nyilvánvaló, hogy ennek az eldöntése az a kormány dolga. Tehát azt mondta Felegi Tamás, hogy végig fogom csinálni, ha ez a feladat hárul rám, végig fogom csinálni. Ennek eldöntése a kormány dolga. Akkor
Én azt gondolom, hogy 10 nap múlva, nekem egy kicsit hiteltelen az, hogy Fellegi Tamás megírta a felmondó levelét. 10 nappal ezelőtt is pontosan tudta, hogy ez a kormány dolga, hogy ő csinálhatja végig az IMF tárgyalásokat, vagy nem ő csinálhatja végig. Tehát a miniszterelnök döntött, és nem Fellegi Tamás. Nagy valószínűséggel egyébként így van, de azért, ha akarom, ezt egy politikusi technikának is bemutathatom, hiszen hogy lehet a média érdeklődését a legmarkánsabban állítani, úgyhogy letagadom az egészet. Hát gondoljunk abba bele, hogy Lázár János az első neki feltett kérdés, aztán az Origó tette fel azt a kérdést, hogy hát lesz-e ő a kancellária miniszter, vagy a államtitkár, ugye nem kancellária miniszterünk van, hanem államtitkárunk van, lesz-e ő a miniszterelnök alatt felelős államtitkár, akkor arra valami ilyesmit mondott, hogy marhaság, vagy tehát valami ilyesmit. Mi mindent egyből ki nem találnak. Igen. És akkor egy hétig nem volt érdeklődés. Én azt gondolom, hogy itt, tehát amit végigvettünk, már csak a tisztesség kedvéért is, hogy kibogozzuk a szálakat, hogy lehetett-e baj a kancelláriával, Varga Mihállyal, úgy baj, hogy helyére, nem tudom, valami friss erő kellett volna, lehetett-e baj frakcióvezetővel, Lázárral, lehetett-e baj a jelen helyén, Rogán Antallal, tehát ezeket így lezártuk. És mondjuk az első perctől kezdve én azt gondolom, hogy itten senkivel nem volt baj, hanem kellett Fellegi Tamást menesztése az már eldöntött tény volt a miniszterelnöknél, Fellegi Tamás helyére kellett valaki. Hát ki más? Varga Mihály, akkor Varga Mihály helyére kell valaki, Lázár János, akkor Lázár János helyére kell valaki, Rogán Antal. Tehát szerintem ilyen egyszerű ez a... Tehát Fellegitől indult. Jó, lehet, ugye egy dolog, hogy a miniszterelnök mondjuk megpróbálja így a figurákat, politikai figurákat mozgatni, nyilván azokkal próbál együtt dolgozni, akiket látott is, hogy dolgoznak, de ezek a személyek gondolom elég sokat gondolkoztak azon, hogy elfogadják-e ezeket az állásokat, mert például Rogán Antal esetében az egy nagyon érdekes helyzet, hogy ő talán emlékszik rá, nagyon régen volt, de ő a nyilvánosságbeli szereplését úgy kezdte, mint amilyen Szijjártó Péter volt a közelmúltig. Tehát ő egy nagyon, nagyon agresszív politikus volt, aki ütötte, vágta naponta a szocialistákat, és hát ez nem egy kellemes politikus imázs. Tehát ez nem azt építi valakiről, hogy ő el tud vezetni mondjuk egy intézményt. Na jó, de hát hosszú pihenőidőt hagyott, hogy ez lekopjon róla. Igen, és most mi történik vele? Frakcióvezető lesz, tehát újraébred az az imázs, amit egyébként megpróbálta az elmúlt években egyébként nagyon sikeresen, azt gondolom, levetkőzni. Tehát azzal, hogy ő az 5. kerület polgármestere volt, jól csinálta ott a dolgát, ő elment egy ilyen konszolidáltabb politikusi szereplés irányába. De nem mondja már, hát gyakorlatilag az összes fontos törvény a nevéhez, az ő nevéhez is kapcsolható. Itt, amikor itt ült, én meg is kérdeztem tőle, nem a legutóbbi, hanem azt megelőző interjúban, hogy ő polihisztor, tehát hogy érthet valaki a média törvénytől elkezdve a 5. kerület irányításán át, a nem tudom miért, tehát szinte minden kösen ilyen egyéni képviselői indítvány, aminek ugye társadalmi vitája nincs, végén látjuk Rogán Antal aláírását, tehát hogy mindenhez ért. Persze. Tehát csak annyi, hogy az elmúlt 2 évben őt nem csak úgy, vagy nem leginkább úgy ismertük meg, vagy emlegettük a hírekben, hogy az 5. kerületi polgármester. Persze, ezt mi tudjuk, de azért én azt gondolom, hogy a széles körben, tehát nem a szűk politikai iránt érdeklődő körben, akik nagyjából tudják, hogy ezeket a egyéni képviselőindítványokat kik nyújtották be, ugye Lázár is, Rogán is, többet is. Szélesebb körben az ő megítélése mégiscsak az, hogy egy sikeres polgármester, sikeres városvezető, és azért érdekes ez, mert vele kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy esetleg nem Tarlós Istvánt indítania a Fidesz főpolgármester jelöltként legközelebb, hanem Rogán Antalt, ugye volt erről hír, és hogyha azt nézzük, hogy hova került Rogán Antal, akkor én arra tippelnék, hogy ilyen típusú jövőbeli gondolkodás, hogy ő elinduljon főpolgármester jelöltként, jelen pillanatban nincsen napirenden. Tehát ilyen dolgokra lehet következtetni. Jelen pillanatban nincs önkormányzati választás, de hát... Hát igen, csak 2014-ig. nagyon közel lesz az önkormányzati választás a mostani parlamenti ciklushoz, és azért befolyásolni fogja erőteljesen Rogán Antal megítélését a következő 2 évnek a politikai csatái, amit ő a parlamentben meg fog vívni. Így hát ilyen dolgokra lehet következtetni ezekből az átalakításokból. Teljesen más területen az elemző azért tippelhet, hogy az, amit korábban olyan nagy hanggal mondtak, hogy na Rogán a nagy tehetsége a Fidesznek, aki a következő főpolgármester jelölt lehet, hát ez most biztosan lekerül a napirendről. Hát, mert még nem időszerű. De minden esetre
Az biztos, mert most megígérem, hogy akkor 2014 önkormányzati választásokkor majd ezt felelevenítjük, hogy akkor vajon igazunk volt. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm volt. Szépen.